estét kívánok, köszöntöm a Sporthét műsorának nézőit. Mai adásunkat kezdjük hírblokkunkkal, melyben úszás, tenisz, minifoci és egy kis kerékpár is szerepet kap majd. Roska László szenior úszó Rómában járt, ahol a korosztályos Európa-bajnokságon képviselhette több számban is hazánkat. A gyöngyösi sportoló egész éves kitartó munkáját jellemzi, hogy nagyszerűen teljesített, és váltóban és egyéniben is megtalálta a helyét a nemzetközi porondon is. Laci az első versenynapon 450 méteres vegyes váltóban új országos csúccsal bronzérmes lett, a második napon 50 méter mellúszásban 7., 50 méter gyorsúszásban 23., a harmadik versenynapon 450 méteres gyorsúszás váltóban, második és 450 méteres vegyes és mix váltóban is a negyedik helyen ért célba. Szekrényes Zsolt szenior teniszversenyző idén is kiváló formát mutatott versenyein, az elmúlt hónapokban kiemelkedett teljesítményével a 60 plusz kategóriában, a Floridában rendezett csapat és egyéni világbajnokságon, ahol a floridai zöld csalakos pályán az első fordulóban csak Szekrényes Zsoltnak sikerült meccset nyernie. A második fordulóban a férfi mezőnyben minden korosztályban volt magyar sikel, a legtöbb győztes meccset Szekrényes Zsolt játszotta 6 győzelemmel. Zsolt hazai vizeken is hozta a válogatott formáját, és legutóbb a Zalaegerszegen rendezett ITF 700 Masters eseményen a 60 plusz férfi egyéniben és férfi, valamint vegyes párosban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Győrben rendezték meg a Magyar Junior Liga döntőjét a legjobb fiatal atléták részvételével. A gyak színeiben Makovinyi Attila indult az 1500 méteres és 800 méteres síkfutásban. A szombati versenynapon a hosszabb távon nagy küzdelemben Attila a negyedik helyet szerezte meg, míg a második versenynapon a folytatásban a 800 méteren jó eredményt futva végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Szabó Gábor edzője szép sikerként könyvelte el az eredményt. Az Európai Mini Futball Szövetség legrangosabb klubversenyét szeptember első hetében rendezték az olaszországi Rimini városában. Hazánkat három alakulat is képviselte, a címvédő kétszeres győztes Mad Dogs, a hazai bajnokságot megnyerő Todor Petbau Team Kft. És a fővárosi Szilasi és barátai is remek előjelekkel felkészülve várták a bajnokok ligáját. A tornának gyöngyösi érdekeltje is akadt, Csoszánszki Dávid személyében, aki a Todor Petbau Team csapatának oszlopos tagjaként rúgta a labdát, és ha már jelen volt, gólokkal segítette csapatát, melyre a legjobb 8-ig jutottak. Szeptember 3-án 29. alkalommal rendezte meg a Győri Triathlon Klub a Mátrakör országúti kerékpárversenyt. A megmérettetés gyöngyösi rajtjánál közel 200 versenyző kapcsolta be a harmadik fokozatot. A Mátraháza Parád, Recsk, Verpelét, Kisnána, Domoszlun, Markaz, Abasár, Páros-Vörösmart érintésével több mint 1050 méteres szintkülönbséget és 73 km megtétele után közel 180 versenyző kerekezett át a mátrafüredi célon. Az egyik legizgalmasabb és legnépszerűbb hazai országúti kerékpárversenyen a gyöngyösi versenyzők is jól szerepeltek a hazai pályán. A legjobb gyöngyösi női Krupa Evelin 2 óra 24 perc 46 másodperccel, a legjobb gyöngyösi férfi Csordás Péter 2 óra 02 42 másodperccel, és a leggyorsabb férfi Sidló Dániel 1 óra 51 perc 56 másodperccel teljesítette a távot. A labdarúgó megye első osztály második fordulójában az Energia Szíj gyöngyös hazai pályán látta vendégül a Heves csapatát. A találkozó előtt Tatár Rolanddal elemeztük a mérkőzés lehetőségeit. A labdarúgó megye első osztályban az őszi szezon második fordulóját rendezték meg az elmúlt hétvégén. Az Energia Szíj gyöngyös hazai pályán fogadta a Heves csapatát, akik az első kanyart kihagyták, a mérkőzésüket novemberre halasztották. A bordómezes hazai csapatból többen sérülés és egyéb nemzetközi elfoglaltság miatt hiányoztak, de Tatár Roland ettől eltekintve bizakodóan várta a mérkőzést. A Heves ellen mindig jó meccseket játszottatok, de többnyire győztesen jöttetek ki belőle. Hogy látod a mostani esélyeket? Remélhetőleg most is győzni fogunk. Mi lehet ennek a titka? Mennyire próbálod ugyanazt a csapatot pályára küldeni, mint egy héttel korábban, és akár ennek van egy szisztémája is, hogy ezt próbálod tartani? Nem, hát minden héten a győztes csapatra próbálok kiukadni valahogyan, aztán igazándiból a heti forma jön mindig, hogy állunk fel. Nyilván alkalmazkodunk az ellenfélhez, de
ez a 2011 meg fogja határozni szerintem a mérkőzést. Mennyire kellett belenyúlnod az elmúlt hetihez képest a csapatban? Van-e változás? Van, mert van közte sérült, van, aki betegség miatt nem tudott jönni, úgyhogy igen, de majd meglátjátok. Aha. És mennyire érzel úgy, hogy a cserék azok simán fogják tudni, most így fogalmazok, hogy simán tudják pótolni a hiányzó embereket? Nincsen csere, tehát én átadom nekik, hogy mindenki egyenértékű játékos, pont ilyen esetek miatt is, úgyhogy szerintem mindenki meg fog járni a helyét, ugye mondta a múlt héten. Most már a meccs előtt vagyunk pár perccel, úgyhogy elárulhatod, hogy mert a hevesélyek már nem tudják ezt megnézni a tévében, hogy alapvetően milyen taktikára építesz, kontrára játszatok, türelemre játszatok, átadtok játékterületet, hogy néz ez ki? Kontroll leginkább, mert tudom azt, hogy mit szeretnék csinálni, aztán ahhoz alkalmazkodunk egy picit. És ha már így feldobtad a labdát, akkor az ellenfél mit játszik szívesen? Hát ők feltolják a védelmet, az ellenfélnek a támadó harmadában próbálnak labdát szerezni. Nagy tehetet hagynak mögött, aztán ezt próbáljuk kihasználni majd. A találkozó óvatos ismerkedő játékkal indult, és a kapuk alig forogtak veszélyben. A hazai csapat edzője jól érezte, a Heves feltolta a védekezését, és igyekezett hamar labdát szerezni. Mindkét oldalon nagy taktikai fegyelem volt jellemző, a pirosmezes hazai csapat több jó kontratámadás vezetett, de gólig nem jutottak el feketéjék. A Heves a 30. perc tájékán két gyors kontrát is lefuttatott, de a másodiknál Izsvák Ádám lerántotta ellenfelét, amit a játékvezető piros lappal büntetett. A 18 méterről elvégzett szabadrúgásból gól nem született. 10 főre fogyatkozó hazai csapat derekasan küzdött, Tatár edző cserélt és szerkezetet váltott, ami az első 45 percig jól működött. A folytatásban az 55. percben Kócián szerzett vezető gólt a Hevesnek, ezt követően sokáig úgy tűnt, egalizálhatja az állást az Energia, de a 85. percben Budai újabb gólja már végleg eldöntötte a mérkőzés sorsát. A Heves 2-0 arányú győzelme összességében nem volt alaptalan. De tény, hogy a korai piros lap és több rutinos hiányzó energiás játékos ebben sokat segített a vendégcsapatnak. Az elmúlt hétvégén elkezdődött a férfi kézilabda bajnokság is, a KNTH ligában a Hedo Bébrön Gyöngyös ellenfele ezúttal a Cegléd csapata volt a Dr. Fejes András sportcsarnokban. Elkezdődött a KNTH liga férfi NB1-es kézilabda bajnokság, a Hedo Bébrön csapata hazai pályán az újonc Ceglédet látta vendégül. A mérkőzésre kifutó csapatokat teltház várta és nagy szurkolói biztatás és egyben várakozás is. A Gyöngyös együttesénél a nyáron sok változás történt, így érthető, hogy kissé döcögősen ment a játék, és a mérkőzés néhány szakaszában szoros volt az állás. A találkozót végül 5 góllal megnyerő Hedo Bébrön Gyöngyös nagy küzdelemben, de nem érdemtelenül nyerte meg a találkozót 25-20 arányban. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón így értékelték a látottakat az edzők és a kapusok. Először is gratulálok a Gyöngyösnek, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelte, nyerte meg főleg a végjátékba ezt a mérkőzést. A meccs, ez ilyen háromesélyes meccs volt, én sem tudtam, hogy mi lesz. Próbálkoztam különböző szerkezetekkel. Ott az első fél időben az nagyon meghatározta az életünket, hogy a kedves kollega, a kapus, az megfogott minden olyat, ami nekünk be kellett volna, hogy menjen. Ott elbizonytalanodtunk, ezt jó kihasználta a Gyöngyös, dinamikus volt, ahogy kell hazai pályán, és talált olyan gólokat is, amit nem kellett volna, és szerintem az egy sima félidő volt. A második félidőben változtattunk, visszakapaszkodtunk, igaz, hogy a mi kapusunk teljesítmény akkor látványosan feljavult, mert ez kellett hozzá. Aztán befordultunk egy olyan végjátékba, amiben most azt kell, hogy mondjam, hogy a miénk volt minden előny ahhoz, hogy nyerjünk. És a szokásos a butaság, a félelem, a rámegy a súly egy játékosra, és nem tudja elviselni. Olyan hibákat követtünk el, amit alapvetően megbosszult a Gyöngyös, és alapvetően egy nagyon nehéz helyzetből hozta vissza ezt a mérkőzést. Én továbbra is úgy érzem, hogyha amit az előbb itt humorosan mondtam a kollégámnak, ezt hangosan is kimondom, hogyha a Császár Gábor most nem a szakmai igazgatóm lenne, a középirányítom, akkor ezt a meccset megnyerem. Szóval itt annyira hiányzott egy rutinos játékos, aki átlátja ezt a kézlabdát, és meg tudja őket fogni,
azok jó dumák, hogy a végjátékot az edzők nyerik, hát sosem nem az edzők nyerik, a játékosok nyerik, hogy kinek van olyan játékosa, aki abba az feszült helyzetben le tudja játszatni azokat a dolgokat. Még egyszer küzdöttünk, harcoltunk, voltak jó pillanataink, de bebizonyítottuk, hogy még nem vagyunk ebbe az osztályba, és nem marad más, mint gratulálok a Gyöngyösnek, aztán mi megmegyünk tovább ezen a elég rögösnek kinéző úton. Köszönjük szépen a gratulációkat. Hát ennek most inkább lenne egy szentimentális része, meg egy szakmai. A szentimentális az, hogy borzasztó boldog vagyok, mert nekem ez egy hatalmas élmény volt, és nem csak a győzelem miatt az nyilván habatorta, hanem az, hogy ezen a pályán ez nekem az első mérkőzés volt. Azt, hogy egy ilyen közegben, egy ilyen közönség előtt dolgozhattam, ez iszonyatosan boldoggá tesz, és rendkívül hálás voltam a srácoknak, mert tényleg megalkovás nélkül megteszik, vagy megpróbálják megtenni, amit kérek, szóval nagyon hálás vagyok nekik. Ami a szakmai részt illeti, nem túlzok, és több helyen nyilatkoztam, hogy ilyen nehéz mérkőzésre számítottam. Tisztá vagyok vele, hogy a mi játékunk az még nincsen kész, a támadó játékunk, a védekezésünk sem, de nyilván az biztosabb lábokon áll. Azt, hogy 20 gólt kaptunk, nyilván ezzel hazai pályán illik nyerni. Azt, hogy ezt a 20 gólt úgy kaptuk, hogy ebből, most nem emlékszem pontosan, de 45 percet a két fix 3-as védőnk közül, az egyik 45 percet, a másik a végjáték 20 percében nem volt fenn, az megint extra. Azt, hogy nyilván emögött tudtuk megőrizni azt, hogy nem vette át az ellenfél a vezetést, lelkileg ott voltunk annyira erősek, hogy azokban a védekezésekben valahogy mindig jól jöttünk ki. Azt, hogy a végén 6-4-ekbe, 6-5-ök ellen az emberhátrányos védekezésünk, nyilván összefügg azzal, amit a Karcsi mondta, hogy náluk nem volt olyan játékos, aki ebben a szituációban megfelelő döntött volna. Ettől függetlenül, amit meg nyilván én saját oldalról nézem, amit mi lemelóztunk lábunkával ott a végén, tehát labdákat szereztünk, az számomra nagyon-nagyon tetszett. És mondom még egyszer, tisztában vagyunk vele, hogy mik a hiányosságaink, de nekünk nagyon kellett ez a két pont. Egy újjáalakuló csapat, iszonyatosan fontos volt, hogy ezt meg tudjuk szerezni. Ilyen meccsre számítottam, én azt gondolom, nagy taktikai csata volt, egész felkészülés alatt küzdöttünk az átlövő játékunkkal, ez nyilván a második fél időben kiütközött, majdnem a mérkőzésünkbe is került, úgymond, hogy felőtlen dolgokat vállaltunk el, de hátul végig stabilak voltunk, a Laci is, úgyhogy rendkívül boldog vagyok, köszönöm még egyszer mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátette ez az egészet, és azt gondolom, hogy ez a Cegléd egy nagyon modern, nagyon jó kézabdát játszik, nagyon sok csapatnak még borsot fog törni az orral. Először is szeretnék gratulálni a Gyöngyösnek, mert tényleg, amit a Karcsi is mondott, megérdemelten győzött a mai napon. Hát a különbség az volt, hogy ugye az első fél időben én úgy gondolom, hogy a Gyöngyös az nagyon sok könnyű gólt talált, illetve hát hátul a Laci az kimagaslóat védett. A második fél időben mi is a védekezésbe váltottunk, egy kicsit zártabban maradtunk, és ugye megpróbáltuk azt, hogy az átlövések jöjjenek, azokat hál' Istennek jól megszűrögettük, és én azt mondom, hogy ez volt a különbség a két fél idő között. Mi megyünk tovább, ebből a mérkőzésből én úgy gondolom, hogy nagyon sokat lehet tanulni, és még egyszer gratulálok a Gyöngyösnek. Szeretnék gratulálni a Ceglének és külön a Zolikának, szenzációsan védett szerintem a mai nap folyamán. Milyen volt? Hát próbáltuk a Balázs által kérteket betartani. Nyilván nekem is megvoltak a feladataim, ahogy a védőjátékosoknak is, és azt gondolom, hogy az első fél időben jól megoldottuk. A második fél időben meg nekem olyan érzésem volt, hogy mint hogy lemásolta volna a két csapat egymást. Az egyik fél időben miénk volt, a másikban meg ők domináltak jobban, és tényleg az, hogy talán rutinosabbak voltunk, és a végén ebben tudtunk nyerni. Milyen volt ebben a közegben, ebben a csarnokban játszani, nyilván hazai játékosként? Fantasztikus jó érzés volt, szuperek a szurkolóink, nagyon hálásak vagyunk nekik, tényleg a 8. ember volt a pályán, mindenki, aki kijött, úgyhogy remélem, hogy továbbra is így fognak minket buzdítani, és igyekszünk meghálálni ezt a szurkolást és bizalmat, amit felénk nyilvánítanak. A Gyöngyös a folytatásban a második fordulóban szeptember 9-én a Balatonfüred otthonába utazik majd bajnoki mérkőzésre. Maradjon még mindig a kézilabda berkein belül, hiszen az elmúlt hétvégén 4 csarnokban is zajlott a 40 csapatos Mátra Kupa utánpótlás torna. Nézzük, hogyan értékelte az eseményt Rosta István, a GKK utánpótlás szakágvezetője.
Két év szünet után újra rendezhetett utánpótlás kézilabda tornát a GKK. A Covid nem múlt el nyomtalanul, de az érdeklődés szerencsére töretlen lendülettel hozta a csapatokat a Mátra lábához. A szervezők négy csarnokban, a gyermekbajnokságban szereplő korosztály számára írták ki a tornát lányok és fiúk részére, melyen 40 csapat indulhatott. Rosta István, a gyöngyösi kézilabdaklub utánpótlás vezetője, pozitívan értékelte a háromnapos esemény végén a látottakat. A gyermekbajnokság, tehát 12-13-10 éves korosztály, fiúknál van U15 is, annál idősebbeknek már bajnoki fordulók vannak, azért ők nincsenek itt a Mátra kupán. 40 csapat van, közel 600 gyerek és 7 gyöngyösi csapat szerepel a 10. Mátra kupán. Ebbe akkor vegyes a lányok, fiúk is, ha jól gondolom. Kiknek megy jobban, ugye eltelt már másfél vagy két nap? Úgy néz ki, hogy a fiúknál egyelőre úgy néz ki, hogy van két döntős csapatunk, így holnap az aranyéremért tudnak majd küzdeni, de a lányok is nagyon ügyesek, ugyanakkor meg az eredmény kicsit másodlagos, a legfontosabb, hogy együtt vannak, tudunk adni közösségi élményt a gyerekeknek, és körülbelül 600-700 szülő van itt Gyöngyösön, mondjuk a szülők Farkasmájon töltötték az éjszakát, gyerekek sástól boboznak, állatkertbe mennek, tehát ez is nagyon fontos része a kupának. A fiúknál a Köves Péter edzette csapat a csoportkört hibátlan teljesítménnyel vette a Váhi Nagy Károly tornacsarnokban. A lejátszott mérkőzések sok izgalmat és szép eredményeket hoztak. Deklaráltan a felkészülés része ez a torna, de hát azért nyilvánvaló nem mindegy, amikor pályára lépünk, hogy mi az eredménye. Hát valóban tegnap is két győzelem, meg ma is két győzelmet sikerült elérni. Hát helyén kell ezeket kezelni, mert a felkészülés pillanatnyi szakaszában, és hát... Ezek között a csapatok között, akik jó nevű csapatok, hiszen a Pler, Budaörs, Kecskemét és a Mezőköves, de a négy meccset sikerült úgy lejátszanunk, hogy végül is valóban csoportelsők vagyunk, de még mérkőzés vár ránk holnap a döntőben. Mennyire érzel úgy, hogy együtt van a csapat, és nagyon meg akarjátok nyerni? Azt gondolom, hogy azzal nincsen probléma, fáradtak vagyunk. Fáradtak vagyunk a felkészülés csúcsán, hiszen nekünk csak októberben kezdődik a bajnokság, úgyis időzítettük a felkészülésünket, úgyhogy a múlt heti a legnehezebb terheléses hetünk volt, úgyhogy ahhoz képest ólomlábakon járunk, úgyhogy van magyarázat a hibákra meg a nehézségekre, de mindent számba véve elégedett lehetek, azt gondolom, és egy egységes, győzni akaró, jó kis mag alakul ebből a csapatból. A tornán elindult 7 gyöngyösi csapat fiataljai jól teljesítettek, és több sikeres mérkőzést vívtak, sok szép élményt okozva ezzel az eseményen jelenlévő szurkoló seregnek. Hazaiak összmérlegét tekintve az induló 7 csapatból 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérem született. Valamint a gyöngyösi csapatból külön díjat kapott Balázs Lotti, a lány U12-es korosztályban legjobb kapusként, Zugor Levente a fiú U13-ban legjobb játékos, Szitovszki Endre a fiú U14-es korosztályban gólkirályként, Gruber Zsolt a fiú U15-ös korosztályban legjobb játékosként, illetve Fruxreiter Ádám a fiú U15-ösöknél mint gólkirály. A Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megyei igazgatóság által kiírt Heves megyei kupasorozat harmadik állomásaként a Gyak a Maklár csapatát fogadta hazai pályán. A kékmezes vendéggárda meglepte a hazaiakat, már a 18. percben gólt láthattunk Szabó Dominiknak köszönhetően, aki egy bedobás követően ügyes egyéni alakítás végén talált a kapuba. A folytatásban nem kellett sokáig várni az újabb gólra, mely ismét maklári játékos nevéhez fűződött, de a labda most nem a gyöngyösi kapuba landolt. Az ivószünet jól jött mindkét csapatnak, az edzők rendezték a sorokat, a folytatásban a félidő hajrájában újabb gólt láthattunk. Fügedi a kaputól 19 méterre végezhetett el szabadrúgást, a labda az ötös magasságában landolt, a Gyak védelme rövid időre felszabadított, de a játékszer csak a 16-oson belülre jutott, ahol ketten is rácsaptak, a menten igyekvő Ludányi Gábor azonban az ellenfél lábát rúgta el a labda helyett, így 11-es lett a végeredmény. A büntetőt Fügedi értékesítette. A csapatok az első 45 perc végén 2-1-es vendégvezetéssel mehettek pihenőre. A szünetben Majzik Zoltán, a gyakedzője, 4 játékost is cserélt és egy új szerkezetre váltott. Ennek eredményeként a 60. percben egy szögletet követően Szilágyi Norbert fejelte a labdát a kapuba. Ekkor sokan azt gondoltuk, a fehérmezes gyöngyösi egység új utakon jár és magasabb fordulaton bedarálja majd ellenfelét. Nem így történt, sőt. A gól után alig 5 perc telt el, amikor a maklári csapat végezhetett el bal oldalról szabadrúgást.
A beívelődő labda a néhány perce gólt fejelő Szilágyi lába elé hullott, a védő sajnos a saját kapujába passzolta a Pettyest. Újra a vendégek vezettek egy góllal 3-2. Ezt követően ismét Szilágyi került fókuszpontba, a kontrajátékra építő maklárjaknál Wojtekowski ugratta ki jól csapattársát, aki a 16-oson belülre cselezte magát, ahol Szilágyi utolérte és elgáncsolta. A jogos 11-es mellé villant a piros lap is a gyöngyösi hármasnak. A büntetőt Kós Krisztián értékesítette 4-2 a maklári csapat javára. A véghajrára maradt még egy találat, melyet szintén a képmezesek jegyezhettek. A 85. percben szöglet nyomán ívelődött be a labda a 16-oson belülre. A kaputól 6 méterre álló Sáros Gábor felugrott, és kapura fejelte a labdát. A játékszer felpattant a kapus kezébe, de Szent Iványi Szilárd kezéből sajnos kicsúszott a labda a saját kapujába. Így alakult ki a 2-5, azaz a maklári 5-2-es végeredmény. A gólokban, öngólokban és színes lapokban is gazdag mérkőzésen végül a maklár megérdemelte jutott tovább. A mérkőzést így értékelték a csapatok edzői. Szomszéd várangadó lesz, de azért beszélünk kicsit a meccsről. Én úgy láttam 2-2-nél benne volt a csapatban. Jó cserété, frissültünk egy kicsit talán a másik fél időre. Nem, semmi nem volt benne. Ez tragédia volt. De így, ahogy mondod, én azt gondolom, hogy ez a két győzelem a bajnokságban egy pár embert azt gondolja, hogy itt már miénk a torta, tehát itt már minden szabad, tehát azért, hogy 19-es ember sétálgat egy 90 perc alatt a pályán, azért ez nem megengedhető, de ezt majd rendbe tesszük. Motiválatlan volt a csapat, lehet, hogy kicsit az én hibám is, úgy szaladtunk össze egy munkahelyről meg, de hát az ellenfél is, tehát ezt tegyük hozzá, szerdai nap van, semmi nem volt jó. Nagyon bíztam benne, hogy bennünk van valami jó eredmény, mert azt kell mondanom, hogy az Andornak ellen egy fél időt aludtunk, de utána jól játszottunk. Gyöngyös halászon se, ha nem kapjuk azt a második percbe, azt a 11-est, akkor nem tudom, hogy így alakul-e. Éreztem, hogy a csapatban benne van, hát most hál' Istennek ki is jött. Azért volt a kritikus hullámvölgyeinek a mérkőzésnek, gondolok itt a dönthetlenekre, de hogy látod, mitől tudott jobban kijönni a te csapatod ezekből a hullámvölgyekből? Ezért most voltunk talán a legfegyelmezettebbek. Amit kértem, mert eddig mi támadtunk, mentünk, ne haragudj, hogy úgy mondom, hogy ész nélkül előre. Mi kaptuk a kontragólokat, most megengedtük a gyakot, hogy jöjjön ránk, és mi rúgtuk a ilyen egyszerű. Tehát ez a régi verebes taktika, egyre kettőt? Nem, csak pont azt meséltem az öltözőbe is a srácoknak, hogy ha látták a mérkőzéseket, például a Lipcse mérkőzését végig támadta, kapott egy 4-est, meg a többi meccset is, ami tegnap volt a bőgben, hogy sokkal fegyelmezettebben kell játszani hátul, mert ha már mindig csak támadunk, akkor rendezetlen a védelem, és akkor... Hát eddig mindig támadtunk, az bejött még a felkészülés során, most a két bajnoki nem, most pedig viszont nekünk volt szerencsénk. A kupasorozat harmadik fordulójában az Energeszti Gyöngyös és a Gyöngyös Halász is játék nélkül jutott tovább az ellenfelek kinemállása miatt. A gyak a folytatásban már csak a bajnokságra koncentrálhat, ahol eddig veretlen és a hétvégén szomszédvárangadónak számító mérkőzésen a Gyöngyös Halász fogadja majd a Kőmelei Károly sporttelepen szombaton 16 óra 30 perces kezdéssel. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, a Sporthét műsorát látták. Az előttünk álló hétvégén is lesz esemény bőven, hiszen szombaton kerül megrendezésre a labdarúgó megyei első osztályban a Gyöngyösi Atlétikai Klub, Gyöngyös Halász megyei szomszédvárangadó. Szombaton 16 óra 30 perckor a Kömlei Károly sporttelepen kezdődik majd a labdarúgó mérkőzést. Mindenkinek jó szurkolást kívánok, a Sporthét műsorát látták.